Mi kell, hogy biztonságban érezze magát a kutyus? Hát két dolog, az állandóság, a nyugalom, akkor három. Az állandóság, a nyugalom és a szeretet. Ha a kutya ezeket érzi, folyamatosan ebben él, akkor az élete nyugodt lesz, és különösebb csipkelődések és egyebek nélkül éli le az életét. Ha nincs állandóság semmilyen szempontból, akkor egyfajta izgalmi állapotban van a kutya állandóan, stresszes szituációban kerül, amely aztán valamit kivált, akár agressziót is. A szeretetnek a közlése a kutyával az egy fontos dolog. Ha vannak érzelmeink, már pedig azért tartunk kutyát, mert vannak érzelmeink velük szemben, akkor ezeket az érzelmeket nem kell vék alá ejteni, ezeket nyugodtan megmutathatjuk a kutyának. Ez számára biztonságot, örömet és nyugalmat fog biztosítani, mert hiszen tudja, hogy bármi történik, a gazdára mindig számíthat, és nem kerülhet olyan szituációba, ami a gazda számára megoldhatatlan, hiszen ő az Isten, úgymond, és a kettőjük kapcsolata erről árulkodik, hogy mindent a szeretet útján és a szeretet mesdjéjén meg tudnak oldani minden konfliktust.